Tehát jó régen nem csináltam már YouTube-os videót, eltelt lassan fél év, hát ennek elsőbb a lustaság volt az oka, de közben egy pár dolgot felvettem a városba, jöttem be, mentem be, ami engem bosszant, érdekesnek találtam, furcsának találtam. A világ első mozgófilmje a vonat érkezéséről készült a 19. század végén, a Lumière fivérek csinálták. Ez egy rossz minőségű karcos film, de most a 21. században már mindenfajta 4K-s technikával ki lehetett takarítani és színessé is lehetett tenni. Ezt látjuk most. Mint hogy az első mozgófilmen is arról szólt, hogy érkezik a vonat a francia állomásra. Az előbb a fekete-fehér film alatt a Luxemburg grófja című Lehár operettből, melynek a szövegírja Gábor Andor volt, hallhattuk volna Honti Anna előadásában a Fleury belépőjét, de a YouTube-et letiltotta szerzőjogokra hivatkozva. Nem tudom, milyen szerzőjog él az még, mikor Lehár Ferenc 1948. október 24-én, Gábor Andor pedig 1953. január 20-án halt meg, mint két szerző, és a szerzőjogok tudomásom szerint 70 évig érvényesek, tehát nem tudom, milyen szerzőjogra hivatkozva kellett letiltani ezt a betét dalt. Az előbb az említett fekete-fehér filmnek, a vonat érkezésének a megtisztított 4K-s 21. századi változatát láttuk közben. Honti Hanna, a 20. század népszerű operett primadonnája énekli Lehár Ferenc Luxemburg grófjából Fleur belépőjét, ami erről szól, hogy a moszikban elkezdik vetíteni a filmeket. A filmen egy nagyon fontos momentumra hívnám fel a figyelmet, mégpedig arra, hogy a filmen szereplő emberek, gyerekek, felnőttek, mindenki sapkába járkál, fejfedővel. Akkor ez volt a divat, mindenki sapkába járkált. Az utolsó, harmadik részben ennek a filmnek a színessé varázsolt változatát látjuk. Nekem is, ugye, mikor felvettem a villamos égetését, eszembe jutott, hogy hát ugyanez a képkocka szerepelt a Lumière fivérek első mozifilmjén is. Az emberek várják, nem csak felszállnak, van, aki leszáll, van, aki felszáll. Nézzük ezt a műveletet. Egy két öreg nén leszállt. Szemlátható, hogy ebben a megállóban van egy kis zöld növényzet. Igyekeztek a dolgokat szépíteni, mögött egy épület. Mostanában épül, de nézzük, mi maradt az utasok után. Megyek közelebb a megállóhoz. Itt van egy fehér színű papíros, ráragasztva a megállóra, ami innen nem nagyon értelmezhető, csak a graffiti, de hogyha bemegyünk és befordulunk a megállóba, akkor rögtön láthatjuk, hogy az van ide kiírva, tilos a dohányzás. Hát van, aki megfogja, van, aki nem. Én már nagyon sokszor találkoztam olyan, hogy valaki bent dohányzott, de a magyar ember az kreatív, tehát ha nem dohányzik benne a megállóban, akkor dohányzik a megállón kívül. És fordobálja a sikkel, bár itt van egy szemetes, amiben feltétlenül cigarettát nem lehet bedobni, rá is van rajta, mert véletlenül kigyulladhat, de akkor is a csikkeket azt ő szépen ide ledobálja a fűbe. Ott is ott a csík, széttaposva. Ameddig el nem rohad, az itt teszi a fene. Hogyha ide dobálja le a fű mellett, akkor nem látszik, úgy gondolja. Nem látszik, viszont nem lehet kitakarítani. Tehát, hogyha olyan helyre dobálná, egy helyre, az én árnyékom látszik leginkább, vagy egy kupacba valahol, akkor azt ki lehetne takarítani. De így soha nem lehet kitakarni, esetleg vagy gerebjével, vagy hasonló alkatossággal ki lehet szenni, de nem nagyon könnyű.
Hát ennyit a debreceni kultúráról. Tehát nyáron csináltam itt egy filmet, a fondulatos magyarokkal elrejtették a csikeket a füvek között, de hát a fű már elhervadt, eljött a tél, most már nincs ami eltakar, de a csikek még mindig itt vannak, bár nem látszik annyira, lehet, hogy elrohadt a csikek. Másik nagy változás, hogy itt megszűnt a jegykiadó automata, közben megjött nagy zaj a villamos. A jegykiadó automata megszűnt, a nyáron óta itt volt, biztos nem volt gazdaságos az üzemeltetése, bár én nekem jó volt, mert mindig a felakadt jegyeket, amik gyakran felakadtak, én egy drót darabbal kipiszkáltam, és így megfelelő jövedelmet tettem szert, mint majd visszaváltottam a jegypénztárnál. Ők egy villamos megállóban, itt van az ominózus jegykiadó automata, ami így néz ki. Ez az, ami hiányzik az előző, már bemutatott megállóból, illetve egy idő után eltűnt, mert nem volt gazdaságos üzemeltetése. Csak azért filmezem ezt az automatát le, mert ezen is látszik a rombolásnak a vágya. Tehát itt, ahol a kimondjuk pénzért még kellett, itt is nem tudom miért, de le van kapirgálva róla ugye itt a festék. Tehát gondolom a unatkozó vagy a jegyre kiváró szakemberek itt a pénz érméken lekapargatták róla a festéket. Nem tudom miért, milyen gyönyörűséget jelent a számukra. Aztán a másik érdekesség, itt van neki a kiadó, jegykiadó része. Na ez az a hely, ahol időnként felszokott akadni a jegy, vagy felakadt legalábbis nyáron a jegy, és én onnan akkor kipacáztam. Na hát ez az automata. Villamos megáll vagyok, jönnek meg az autók, de azért én közel megyek egy megálló forgalomjelző, vagy menetrendjelző kiírás, amiben látszik, hogy az emberek a véleményeket ideírták, ideírva azt mondja, hogy szarházi DKV. Hát ez is sem tudom, hogy pontosan miért kellett ide ráírni, mit példát, mit mutat ez, de hát kiírták, mert kiírhatták. Na, ennyit megint a villamos megállóról. A továbbiakban mindig szarkasztikusan megjegyzem, hogy a magyarok virtusáról van szó a filmekben. Hát erre előveszem a történelmi könyvet, hogy felidézhessem, hogy mit nevezünk mi magyar virtusnak. Tehát az iskolában úgy tanultuk, hogy a kalandozások korát azt mi virtusnak szoktuk nevezni, hogy a magyarok ugye nekivágtak a nyugati kultúrának, és ottan tulajdonképpen pusztították az ottani megszépült és már kialakult társadalmakat, úgyhogy rátörtek és váltságdíjat kértek tőlük, és a magyar harcmodor, hogy hátulra visszafele nyilasztak, és gyorsan jöttek, mentek, és hamar elintézték a maguk dolgát. Nézzük a történelmi könyv, ezt mi úgy vettük, mint magyar emberek, úgy történt el is, hogy ez a magyar virtus volt, hogy micsoda ügyes emberek voltunk, hogy mi rá tudtunk pillanatokra törni, és hát ugye hatalmas sikerre értünk el, míg a többiek csak lestek, hogy fognak ezeket a háborúskodásokat kivédeni. Tehát 910-ben a kalandozó magyarok megverik Madarász Henrik seregét. 910-ben. Aztán 924-ben Erzső Henrik német király békét vásárol a magyaroktól. Tehát nem ugyan Henrik volt-e, de megint csak ott vagyunk, hogy magyaroktól félni kezdtek. Aztán a magyar kalandozók Konstantinápolyig vonulnak. A bizáncsi császár 9 évre békét vásárolt tőlük. A magyarok virtussága között gondolom ekkor történt az, mikor Boton vezér a buzogájával bezúzta a konstantinápolyi nagy kaput. Hát ez megint csak nézőpont kérdése, mi ezt virtusnak veszünk, a konstantinápolyi pedig rombolásnak, hogy miért kellett ezt a kaput beverni a buzogánnyal, lehet, hogy békés úton becsengetve, bekopogtatva be is engedték volna őket. Aztán már eltég egy kis idő, mert 938-ban Sászországban megsemmisítős vereséget szenvednek a magyar kalandozók. Tehát ekkor már kezdett leáldozni a szerencséjük. De ugyanakkor Kordobában, az iszlám szellemi központjában fejlődött a város, és a városnak 3000 mecsete van, tehát nagy épülete, miközben magyarok még a földbevált kunyhokban laktak, jurtákban. Az iskoláiban jogot, filozófiát, irodalmat, történelmet, matematikát, orvostudományt, csillagászatot és földrajzot tanítanak. Tehát Nyugat-Európában már mással foglalkoztak, mint a emberek gyilkolásával. Menjünk tovább. 1955-ben
Augsburgnál első ottó döntő vereséget mér a magyarokra. Nyugat felé véget ér a magyar kalandozás, tehát ekkor ért véget, ekkor tudták meg Lenin a kürtös ember, hogyha Lehel kürtje és a búcsú vezérek, hogy hol lakik az Úristen, tehát végül is őket most már elkapták, hallérehálták, és továbbiakban már nem akadt olyan magyar ember, aki abban szórakozott volna, hogy mint a Hamas, mondom én most 1924-ben, meg az Al-Qaida, meg az ISIS analógiát találva rátört a nyugati népek, akik akkor már magas épületeket kezdtek építeni. Itt van, azt mondja, 950-ben építeni kezdik az Augsburgi dómot. Tehát ez egy már nagyon nagy épületeket, már városokat építettek, mikor mi még jurtákban éltünk, és ugye a kalandozások tették ki a napi tevékenységünknek a fő célját. Tehát érdekes módon a látásmód. Tehát nálunk magyaroknál úgy tartották, micsoda dicső időszakhoz a kalandozás, nyugaton meg már mint egy ellenséged, egy piszkos gazember néped, akik mindig itt ránk törnek, és a békés, nyugalmas életünket megkeserítik. Ezek voltak a magyarok. Tehát a további videóinkban is, ugye nem feltétlenül célzom és jelentem ki, de mindig a magyar virtusra utalok, amikor valamilyen kártételt veszek gorcsomra. Hozzá kell tennem, hogy én Szlovákiában télen-nyáron szoktam menni kirándulni, télen a Tátra szépségét meg szoktam csodálni, és érdekes módon két tátrai város között, vagy 15 km egymástól két buszmegálló, azok a buszmegállók élnek. Ott vannak felépítve, az eső ellen, a hó elő be lehet állni az embereknek, akik várják a buszt, nincs felgyújtva, nincs baltába, szétfárva, hazavéve tüzelőnek, mint Magyarországon szokták, hiszen Magyarországon a bánkúti sípályán már semmi nem található, mindent elloptak. Ugyanezekre a szlovákiai buszmegállókon ki van írva a menetrend, hogy mikor jönnek a buszok. Az olvasható, látható. Náluk a menetrendek össze van ilyen festékszóró patronnal fel, koszolva, hogy nehogy megtudjuk, hogy a következő busz mikor jön. Tehát a két nép között óriási különbség van. A szlovákok nem annyira öntevékek, nem annyira kreatívak, mint magyarok. A magyarok meg annyira kreatívak, hogy szétbontják a buszmegállót és lefestik a menetrendet. Tehát mindig van a magyar nép és az egyéb népek között valamilyen különbség, amit meg tudunk ítélni a tevékenységükben. Az a magyar ember az nem áll, hogyha üveg van benne, tehát ezt ki kell belőle verni, mert különben ez nem az igazi van, meg itt egy másik példány, a kettő egymással szembefolyva, itt pirosra a kajló, de itt is tetszik látni, hogy nyugodtan be lehet rúgni a lábommal, mert sőt, itt ki lehet dugni a másik oldalt, mert hogy szét van verve. Hát a reklámok azok vannak rajta, arra jó. De nem kell messzire menni a biztos ismét újabb állomását, hogyha szép lassan ráfordulunk a villamos megállóra, akkor látjuk azt, hogy ottan vannak utcabútorok. Menjünk az utcabútorok felé. Na, most már elég közel járunk a célhoz, itt látunk egy padot. Hát ez is a magyar virtusnak egy gyönyörű szép vívmánya, hogy megint csak a magyar ember az nem állja, hogy valami rendben van és szép és használ lehet, az széllyel kell verni. Mert úgy igaz, úgy szép, tetszik látni. Széllyel van verve. Megjött egy villamos. A villamos elhagyta megállót. Mindig a korábban én lefilmeztem ezt a utcabútort, ezt a padot, ami szanaszéje volt törve. Én a nagy intrikus, aki mindig meglátom a rosszat, de most azért megyek közelebb, hogy igazságot szolgáltassak a városi, nem tudom minek, közterületfelügyeletnek, mert ezt a padot gyönyörűen rendbe tették, felújították. Ugye, amíg itt látszanak a forgácsok a földön, hogy itt valahol széljel verve, de most már ez a pad, akkor esik az autón, örüljünk neki. Itt voltunk, nem csalás, nem számítás egy hónappal ezelőtt, és most már rendben van a pad. Nem úgy a telefon függött a távolban, ami már úgy maradt gondolom az idők végezetéig.